Első alkalommal ám hagyományteremtő céllal rendezte meg a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára a Mazsorett és Fúvó Zenei Fesztivált. A Makovec tér kialakítása nyomán ennek köszönhetően hiánypótló rendezvény színesítette a hétvégét. Ennek keretében előbb egy látványos felvonulásba kapcsolódhattak be az érdeklődők, majd pedig a már említett helyszínen folytatódott a programok sora. Látványosabbnál látványosabb bemutatók keretében léptek fel, több korosztályt képviselve a lányok, és megmutatták, hogy mit is tudnak. A Sárospataki Mazsorett csoport egy kis szünet után új felállásban lépett ismét a közönség elé. A lányok, mivel ennyire elhivatottak, nagyon-nagyon szeretik ezt a sportot, és nagyon nagy kedvel járnak próbákra, és nagyon szeretik a mazsorettezést, amit most láthatunk is éppen a produkciókon belül is, mert szinte sugároznak és kivirulnak, amikor a színpadra lépnek. Mi nagyon örültünk a felkérésnek, akár csak ugye bármilyen felkérésnek az ország egész területén. Örömmel jöttünk ide, és hát reméljük, hogy ez a kezdeményezés, ennek majd a jövőben folytatása is lesz. A tiszaújvárosi és sárospataki mazsorettek mellett még a sátoraljaújhelyiek és a miskolciak is felléptek. Ez utóbbi csoport a szenior korosztályban múlt hétvégén Székelyudvarhelyen, a Látványtánc Európa bajnokságon csapat és duó kategóriában egyaránt aranyérmet szerzett. Sok múlik igen az oktatón is, meg a gyerekeken is, meg a szülőkön is természetesen. Nagyon sok kitartás kell hozzá, és nagyon sok gyakorlás kell a gyerekek részéről is ugyebár. Lelkesek, szeretik csinálni, és ugye mindig van valami motiváló tényező, valami célt mindig kitűzünk, hogy előbbre tudjunk jutni. Nagyon nagy elszántság és akarat kell ehhez, nem egyszerű mazsorettezni. Aki nézi, az lehet, hogy egyszerűnek látja, de borzasztó fegyelmet, kitartást igényel a gyerekektől, akaratot, hogy ezt csinálják, és aki ebbe szerelmes lesz ebbe a sportágba, vagy táncágba, az kitartóan csinálja. A helyszín és a program is hiánypótló volt a szervezők szerint. Amikor kiderült, hogy ez a tér átadásra kerül, akkor az is nyilvánvalóvá vált számunkra, de nem csak számunkra, úgy gondolom a város vezetése számára is, hogy ezt a teret be kell lakni, ezt a teret be kell vezetni, ehhez pedig hétvégeken, amikor máshol a városban nincsenek rendezvények, produkciók, különböző programok kellenek. Elkezdtünk gondolkodni a kollégákkal, hogy és akkor mégis mik lennének azok, amikkel ezeket a szabad hétvégi délutánokat, estéket kitölthetnénk. Akkor nyilván a szándékunkban állt, hogy minél szélesebb rétegeket szólítsunk meg. A rendezvényt ezúttal is nagy érdeklődés kísérte.